Több ezer bajai nyugdíjas kapja meg a következő hetekben az 5000 forintos támogatást. Az összeggel azokat az időseket támogatják, akiknek a havi ellátása nem haladja meg a 200 ezer forintot. A kormány 2012-ben kimentette az önkormányzatokat az adósság csapdából, Baján is több mint 8 milliárd adósságot vállalt át az állam, így több jut az idősekre is, mondta az előzményekről a város polgármestere. Ennek eredményeképpen az elmúlt évek gazdálkodása, Baja város önkormányzatának gazdálkodása is azt az eredményt tette lehetővé, hogy most itt tartunk, hogy annyira javult az önkormányzati büdzsé, a költségvetés, hogy már ezt is kvázi megengedhetjük magunknak, hogy az előttünk járó korosztályt, az idős embereket, ez Baján jelentős szám egyébként, több mint 9000 ember egy ilyen anyagi támogatásban részesítsük évenként. Az adatokat a nyugdíjbiztosító pénztár bocsátotta a rendelkezésre. A támogatás postázása már megkezdődött, az időseknek március 10-ig kell készhez kapniuk a pénzt. Ha bármi probléma felvetődne, a polgármesteri hivatalban jelezzék azt a nyugdíjasok, tette hozzá a polgármester.